Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Kókai Mónika vagyok. Ma március 29-e van, az auguszták és a taksonyok ünneplik névnapjukat. 138 éve született Kosztolányi Dezső költő, író, és 1905-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Rejtő Jenő író. 1957-ben a mai napon született Boris Komnenics szerb színész. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei címszavakban. A Magyar Nemzeti Tanács elmúlt 100 napja mellett a pénteki ülés részleteit ismertette sajtótájékoztatóján Fremond Árpád. Hivatalosan is közzétette a szerb mezőgazdasági minisztérium a területalapú támogatás és egyéb juttatások igénylésének határidejét. A szerb és a magyar építőipari cégek közös üzleti fórumát szervezik meg Belgrádban. A TRC labdarúgói figyelmeztették a tegnapi balesetre az autósokat a Szabadka és Topolya közötti úton. A Magyar Nemzeti Tanács elmúlt 100 napja mellett a pénteki ülés részleteit ismertette sajtótájékoztatóján Fremond Árpád. Az MNT elnöke elmondta, 64 napirendi pontról döntenek a képviselők, az ülést a Pannon Televízió élőben közvetíti majd 10 órától. Intenzív munka folyt a Magyar Nemzeti Tanács hivatalában az elmúlt 100 napban, hangsúlyozta Fremond Árpád. Az MNT elnöke kiemelte, 2023 a stratégiák éve. Ezek kidolgozásával kapcsolatban is tartani tudták az ütemtervet, részletezte Fremond. Az oktatás és a tájékoztatási stratégia gyakorlatilag ez az elmúlt 100 nap alatt el tudott készülni, az utolsó simításokat, formázásokat és egyéb mást készítjük el a dokumentumok kapcsán, úgyhogy arra számítunk, hogy valamikor április folyamán az ünnepek után, vagy pedig a májusi ünnepek után, rögtön ott május elején mindenképp meg tudjuk majd a közvitákat kezdeni. A pénteki 5. rendes ülésen sor kerül a költségvetés módosítására, ismertetik a revizori jelentést, de szó lesz a Szabadkai Kortárs Galéria kiemelt jelentőségű intézményé való nyilvánításáról, és a Szekeres László Alapítvány kuratóriumának személyi kérdéseiről is. Ami az országos költségvetést illeti, itt van a legnagyobb változás. A tervek szerint a Magyar Nemzeti Tanács 60 millió dinár helyett több mint 69 millió dinárra számíthat majd ebben az évben. Ez egy komoly növekedést jelent. Ugye a költségvetésben, a 2022-es országos költségvetésben 17%-os emelést irányoztak elő a nemzeti tanácsok számára. Ebből fakad ez az emelés. Fontos napirendi pont lesz még a Szabadka város területén lévő iskoláskor előtti intézményhálózat jóváhagyása és elfogadása, amely a magyar nyelvű csoportok megmaradásának szempontjából jelentős. Továbbá döntenek még oktatási intézmények igazgatóbizottsági tagjairól, valamint a kulturális és tájékoztatási pályázatok elbírálása is szerepel az MNT napirendi pontjai között. Március 16-án adta át megbízó levelét Magyarország új belgrádi nagykövete Magyar József a szerb államfőnek. Ezzel hivatalossá vált a belgrádi külképviselet vezetőjének a megbízatása. Magyar József a közügyekben küldetésről, tervekről, érdekképviseletről kérdeztük. Mint mondta, fontosnak tartja, hogy ebben a kiszámíthatatlan világban ne csak tervszerűen, hanem fegyelmezetten álljunk hozzá a feladatainkhoz, hiszen így tudták elérni azokat a sikereket az itt élő magyar közösséggel is, amelyek ma már tovább gyűrűztek. A tervek azok között az van, hogy megfelelni a mostani kihívásoknak, időben reagálni tudjunk minden olyan kérdésre, felvetésre, amelytől az életünk, a mindennapjaink és természetesen a kapcsolataink jobbítását el tudjuk érni. Tehát ez fog vezérelni, természetesen lesznek hétvégék is, a hétvégéket pedig arra szeretném a tervek között felhasználni, hogy önökkel minél jobban megismerkedjek, belelássak az önök gondolkodásába, mindennapjaikba, és ott, ahol, ahogy a vajdasági magyar közösség élen a VMS-szel hidat képez ma a két nemzet, a két kormány és minden intézmény között, én is kicsiben ugyanezt az önök segítségével és közreműködésével ezt a szerepkört és ezt a, mondhatnám azt is, hogy a munkából kifolyólag ezt a megbízatást be tudjam tölteni.
Hivatalosan is közzétette a szerb mezőgazdasági minisztérium a területalapú támogatás és egyéb juttatások igénylésének határidejét. A területalapú támogatást május 15-ig lehet igényelni az e-agrár portálon keresztül. A gazdák az e-agrár portálon keresztül tudják elvégezni a gazdaságuk működéséhez és a támogatások igényléséhez szükséges feladatokat. A magyar kanizsai Kis Róbert már megújította gazdaságát, úgy véli, az új módszer nem könnyíti meg a termelők mindennapjait. Nem lesz egyszerű, még talán bonyolultabb se, én meg tudom talán oldani ezt, de a minisztérium által beharangozott nagy könnyítés nem látom ezen a... Tehát ez az internetes oldal sem hozza magába azt, hogy olyan egyszerű lenne, vagy átlátható lenne. Továbbra is nagy a sor a magyar kanizsai falugazdász irodája előtt. A Völgyesi Jó Ilona már második napja állt sorba, hogy be tudja a gazdaságát jegyeztetni. Egy hónap múlva járt volna le az igazolványom, azt meg kellett előbb csináltatni, akkor két hét mire meglett az új igazolványom, ott vártam másfél óra hosszát, odafizettem ennyi-mennyi amannyit, akkor aztán gyűjtem ide, itt várom a sort, hát úgy, hogy már a második napja, hogy várom. Magyar Kanizsa községben több helyi közösségi irodában is segítenek a termelőknek, míg a Városházán 5 ember dolgozik azon, hogy megújítsák a gazdaságokat. Skutera Éva falugazdász kiemelte, a termelők számára fontos támogatási formák igénylése időhöz van kötve. A területalapú támogatást május 15-ig lehet majd igényelni az e-agrár rendszeren keresztül, tervezett indítása április 3-a. Szintén április 3-án tervezik indítani a tejprémium igénylését, ami tart április 15-ig, tehát körülbelül két hétig. Természetesen ebben az évben is igényelhető a megellett tehenek utáni járó támogatás. Ez április 10-e és május 10-e között igényelhető. A vágóhídra átadott jószágok utáni támogatás igénylése április 20-án veszi kezdetét, és május 10-éig tart. A méhészek is igényelhetik a már megszokott juttatást, ami május 1-e és 20-a között igényelhető. A szerb és a magyar építőipari cégek közös üzleti fórumát szervezik meg Belgrádban, ezt jelentette be Goran Vesic, szerb építésügyi miniszter budapesti látogatása alkalmával. A tárcavezető magyar vállalkozókkal találkozott, Vesic Galambos Attilával, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nyugat-balkáni tagozatának elnökével is egyeztetett. Budapesten szó volt arról a megállapodásról, amely szerint Magyarország 80 millió eurót biztosítana szerbiai projektekre. Ezek az infrastruktúra fejlesztés és a környezetvédelem területén valósulnának meg. A szerb tárcavezető közölte, közös projekteken is dolgozik majd a két ország, elsősorban a Dunával kapcsolatban, valamint hogy a kamionok minél gyorsabban átléphessék a határt. Vesic azt mondta, Szerbia és Magyarország között kiváló az együttműködés, amit a magánszektorban is kamatoztatnának. Dobra politička klima između Mađarske i Srbije i naša dobra saradnja svakako se zaslužuje bolju ekonomsku saradnju. Mi imamo dobre i važne projekte između dve države, ali je neophodno da sarađuju i privatne kompanije. Upravo zato sam veoma zahvalan svog kolegi Janošu Lazaru koji mi je omogućio danas da razgovaram sa mađarskim privatnim kompanijama koje rade u infrastrukturi. Idén is támogatja a női vállalkozókat a tartományi kormány az érintettek gépek és felszerelések vásárlására, számítógépekre, szoftverekre, valamint innovációs, digitalizációs fejlesztésre is kaphatnak vissza nem térítendő támogatást. A program teljes kerete 8,5 millió dinár, 15%-kal több, mint az előző körben volt. Branko Ćurčić, a tartományi kormány alelnöke a pályázattal kapcsolatos sajtótájékoztatón hangsúlyozta, céljuk a női pozíciójának erősítése, önállósodásuk segítése. Hozzátette, tavalyi pályázatuk sikerrel zárult, a teljes keretet felhasználták. A pályázók a gépek és felszerelések esetében maximum 250 ezer dinárt, számítástechnikai eszközök esetében 120 ezer dinárt, a szoftverek és szolgáltatások vonatkozásában pedig legfeljebb 150 ezer dinárt igényelhetnek. A jelentkezési határidő április 18-a.
A globális szintű kihívások miatt összefogásra van szükség, mondta Alekszandar Vučić a Demokráciáért nevű virtuális konferencián. A szerb elnök arról is beszélt, hogy az ukrajnai konfliktus ismét rávilágított a nemzetközi jog egyetemes és megingathatatlan tiszteletben tartásának szükségességére. Mint mondta, Szerbia továbbra is szorgalmazza rendelkezések és elvek válogatás nélküli alkalmazásának következetes tiszteletben tartását. A tanácskozásra egyébként Joe Biden amerikai elnök hívta meg a szerb elnököt. A virtuális konferencián 120 ország, civil csoportok és technológiai cégek vettek részt. Nézzük, milyen témák lesznek a híradó második felében. 138 éve született Kosztolányi Dezső Szabadkán. Kerekasztal beszélgetést és koszorúzást is tartottak. A Merítő című könyvsorozat első kötetét mutatták be Csókán. Sokáig eltarthat még a hibrid háború Moszkva szerint. Dmitrij Peszkov a Kreml szóvivője szerint, ha egy háborúra tágabb értelemben gondolunk, akkor ebben az esetben mindenképp hibrid háborúról beszélhetünk, ami sokáig fog tartani. Mint mondta, igyekeznek magabiztosak és határozottak lenni minden kérdésben. Ma Oroszország JARSZ típusú interkontinentális ballisztikus rakétákkal kezdett katonai gyakorlatokba, közölte az orosz védelmi minisztérium. Az ukrajnai háború egyik legfőbb negatív következménye, hogy a világ újra blokkosodás útjára lépett, ami élesen ellentétes az európai és a magyar érdekekkel. Ehelyett párbeszédre van szükség, hangsúlyozta a magyar külgazdasági és külügyminiszter Genfben. Szijjártó Péter az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának fenntartható fejlődéssel foglalkozó fórumán ezt a tényt nevezte a háború egyik legfőbb negatív következményének. A tárcavezető felszólalt a kelet-nyugati gazdasági kötelékek elvágására irányuló erőfeszítések ellen, és úgy fogalmazott, hogy Európa és Kína együttműködésének felszámolása kiütné a kontinens gazdaságát. Szijjártó ezután arról számolt be, hogy a kontinens a közelmúlt legsúlyosabb kihívásaival néz szembe, mind a biztonság, mind a gazdaság terén. Megérkezett szerdán Berlinbe harmadik Károly brit uralkodó megkezdve első külföldi állami látogatását. A királyt és feleségét Kamillát a német főváros jelképének számító brandenburgi kapunál fogadták katonai tiszteletadással. Az uralkodót és királynői rangú hitvesét Frank-Walter Steinmeier államfő és felesége köszöntötte. Harmadik Károly látogatása 3 napig tart, az uralkodó a többi között felkeresi az orosz támadás elől elmenekült ukránok berlini központi fogadóállomását, és beszédet mond a szövetségi parlamentben, ahol már 2020-ban még trónörökösként is felszólalt. Korábban tervezett orvosi vizsgálatok céljából kórházba szállították Ferenc pápát, jelentette be a vatikáni szóvivő. Matteo Bruni nem tért ki arra, milyen vizsgálatokat végeznek, és azt sem tudni, ezek mennyi időt vesznek igénybe. Ferenc pápa több mint egy éve tért problémákkal küzd, és bár emiatt többször jelent meg kerekes székben a nyilvánosság előtt, mindez idáig nem egyezett bele a műtétbe. Az elutasítást azzal indokolta, hogy szervezete nem reagált jól az altatásra a korábbi műtét idején. A pápa decemberben elmondta, hogy már előkészítette lemondó levelét arra az esetre, ha egészségügyi okok miatt többé nem lenne képes ellátni feladatait. Elhunyt Dragan Tošić óbecsei polgármester, a politikus hosszú súlyos betegség után ma reggel halt meg. Dragan Tošić 1972-ben született Pancsován, 2016-tól töltötte be a polgármesteri posztot Óbecsén. Temetésének időpontját és a helyszínt később teszik közzé az illetékesek.
Súlyos baleset történt egy Ferenchalmi általános iskolában, amikor egy 14 éves tanuló feltehetően kiugrott vagy kiesett az ablakon és életét vesztette, tudósít a Novosti hírpoltárra hivatkozva az N1. A fiú holttestét a Zsárkozrenyenin általános iskola udvarán találták meg. Az Oktatási Minisztérium elmondta, hogy jelenleg vizsgálják a baleset körülményeit és az okokat, amelyhez ehhez vezettek. A szerbiai RTV értesülés szerint a baleset az egyik szünet alatt történt. Az illetékes ügyészség elrendelte a holttest boncolását és a nyomozás megkezdését. A TSC labdarúgói figyelmeztették a tegnapi balesetre az autósokat a Szabadka és Topolya közötti úton. A porvihar miatt kialakult szerencsétlenségben 14 jármű ütközött össze. A TSC 5 játékosáról egy videó jelent meg a közösségi médiában. A járműveket Goran Antonić csapatkapitány vezette. A felvételen az látható, hogy a játékosok a balesetet megkerülve leparkoltak az út mellett, és az érkező járműveket figyelmeztették a veszélyre. A TSC labdarúgó klub közleményben reagált játékosai önfeláldozó készségére. Mint írják, Antonio, Josip Jalusic, Nenad Filipovic, Martin Mircevski és Ifed Gyákovács gyors reakciójának köszönhetően sikerült megakadályozni egy még nagyobb balesetet. A mentőket, a tűzoltókat és a rendőröket is ők értesítették. Ezután visszamentek a szerencsétlenség helyszínére, hogy megnézzék, hogy az emberek jól vannak-e. Megkoszorúzták Kosztolányi Dezső szobrait és emléktábláját Szabadkán. Az író, költő, műfordító, újságíró 138 éve született. Balogh György, a Szabadkai Magyar Főkonzulátus konzulja, a Magyar Nemzeti Tanács nevében Rigó Pál Zsófia és Lulics Emil, Szabadka város önkormányzatának nevében Góli Csilla és Magosi Zsuzsanna koszorúzott. Az Értről érkezett Csuka Zoltán városi könyvtár munkatársai, a szegedi Somogyi Károly városi és megyei könyvtár munkatársai, valamint a szabadkai városi könyvtár munkatársai is elhelyezték az emlékezés virágait. A szabadkai városi könyvtár minden évben megemlékezik a város szülöttéről, emelte ki az eseményen Bognár Irén, a szabadkai városi könyvtár főkönyvtárosa. Kosztolányi Dezsőt tudjuk, Szabadka szülötte, de Szabadka nevét a világirodalomba beírta, mondhatjuk így is, valaki túlzásnak tartaná, de a magyar irodalomban mindenképp büszkék vagyunk nagyon városunk szülöttére, aki a műveiben is visszatér Szabadkára. A Merítő című könyvsorozat első kötetét mutatták be Csókán a színházteremben a Vajdasági Magyar Könyv és Olvasás napja alkalmából. Az első könyv témája Csóka, a településsel kapcsolatos intézmények, épületek és értékek szerepelnek benne. A Merítő című könyvsorozat első része Csókáról szól. Az ismeretterjesztő kiadvány szerkesztője Resóczky Roland és Berényi Emőke. A kötetben interaktív módon rejtvényes feladatok által mutatják be a tájegység, a település nevezetességeit. Szerencsére létezik már a Vajdasági Magyar Értéktár, aminek van egy csókai része is. Az itteni bemutatón is hamarosan ismertetik az ebben elhangzó és az ebben gyűjtött mindenféle érdekes adatokat. Utalnék most például a csókai télapóra, aki egy létező személy volt, és hát egy ilyen rakétával felszerelt biciklivel járta a környék gyerekeit, és nagyon kedvelték, mert némi elemúzsiáért cserében mindig megajándékozta őket mindenféle csokoládéval. Úgyhogy hasonlóan érdekes a helyi arcokat, nevezetességeket próbáltuk mi is bemutatni. A foglalkoztató könyvet elsősorban a felsős tanulóknak szánják, hogy még jobban megismerjék településüket, és az itthon maradásra sarkalják őket. Csókai helyismereti, honismereti ismereteket igyekszik átadni, játékos formában, sok feladattal, gondolkodásra, kutatásra sarkaló feladatokkal. A könyv a
Magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának kezdeményezésére jött létre, mégpedig a Másnak térkép e táj címet viselő, mint a program keretében. A bemutatót követően a könyvből a tanulók egy-egy példányt magukkal is vihettek. A labdarúgó Európa-bajnoki selejtezők eddigi legnagyobb meglepetését okozta, skót válogatott azzal, hogy kedden otthon 2-0-ra legyőzte a spanyol csapatot, amely másodszor kapott ki a kontinentális kvalifikációban. A spanyol válogatott ezt megelőző 38 Európa-bajnoki selejtezőjéből csak egyet veszített el, azt is 9 esztendővel ezelőtt, 2014. októberében Szlovákia ellen. A keddi vereség egy másik hosszú spanyol sorozatot is megszakított, ugyanis ebben a 38-as szériában a spanyolok minden mérkőzésükön szereztek gólt, és kereken 100-szor voltak eredményesek, ami 2,6-os gólátlagot jelent legutóbb 2006. októberében a Svédország elleni 2-0-as vereséggel végződött találkozón maradtak gól nélkül EB kvalifikációs meccsen. A spanyol válogatott 2016 óta először kapott ki 2 góllal, akkor az Európa-bajnokság 8-ad döntőjében Olaszországtól szenvedett 2-0-ás vereséget. Eddig tartott a híradó, érkeznek a nap kiemelt hírei még egyszer röviden. A Magyar Nemzeti Tanács elmúlt 100 napja mellett a pénteki ülés részleteit ismertette sajtótájékoztatóján Fremond Árpád. Hivatalosan is közzétette a szerb mezőgazdasági minisztérium a területalapú támogatás és egyéb juttatások igénylésének határidejét. A szerb és a magyar építőipari cégek közös üzleti fórumát szervezik meg Belgrádban. A TRC labdarúgói figyelmeztették a tegnapi balesetre az autósokat a Szabadka és Topolya közötti úton. Köszönjük, hogy velünk tartottak, ha még több hírt olvasnának, keressék fel honlapunkat, a pannonrtv.com-ot. Maradjanak velünk továbbra is, mivel mindjárt érkezik a Közelkép, benne pedig a Muzsjai Töpörtyű Fesztivál. Minden jót kívánunk a viszontlátásra!